Első Veszter lovasverseny tájainkon június 15-én az M-klubban. A Komáromtól mindössze 8 kilométerre fekvő Hegyek farmon június 15-én szervezik meg az első Veszter lovasversenyt. A reggel 9 órakor kezdődő felvonulást az ügyességi versenyek követik, majd déltől kerül sor a szlalomra és a hordókerülésre. A szervezők a gyerekekről sem feledkeztek meg, nekik vidám programokkal kedveskednek. Lesz arcfestés, kézműves foglalkozások és ugrálóvár. A késő délutáni eredményhirdetésig így az egész család kellemesen töltheti a napot az M-klubban. A rendezőség minden érdeklődőt szeretettel vár, akik kedvelik a lovasportot, annak egyik leglátványosabb válfaját, a western lovaglást. A belépés 10 éves korig díjtalan, az idősebb gyerekek és a felnőttek számára 2 euró. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cezhranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Post-Danubí régióban, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.